Ötödik fejezet Evelyn moccanni sem mert. Valamelyik szobából tompa, előkelő kondulásokkal megszólalt egy óra. A fegyenc átlépett az ablakpárkányon. Gondosan leporolta magáról a meszet, amely mászás közben hozzátapadt. A helyzet most ez volt. Gordon nem is sejtette, hogy a leány itt van, míg Evelyn tudott az ő jelenlétéről. A leány még idejében visszahúzódott az ajtófüggöny mögé. Mi lesz, ha találkoznak? Egyedül van a lakásban a fegyencel, és még csak segítségért sem kiálthat, hiszen ő is betört. Hallotta, mint recsen a padló, a gengszter bizonyára egyik szekrénytől a másikhoz megy, és keresi az álmodó buthát. Mi lesz, ha megtalálja? Ha itt, a cél előtt kénytelen meglapulni, mi alatt elrabolják jogos tulajdonát? Meglapulni, hiszen szívesen menekülne, csak tudnám erre. Legalább segítségét kiálthatna szükség esetén. Óvatosan elindult az ablak felé, a vastag szőnyeg felfogott minden recsenést, elérte az ablakot. Most attól függ minden, hogy nyikorog-e a kilincs hozzáét. Nagyon lassan próbálta elfordítani, zajtalanul működött, az ablak csendesen kinyílt, csak enyhe légáramlás suhant be, valószínűleg azért, mert Gordon sem csukta be az ablakot a túlsó szobában. Evelynnek szerencséje volt, éppen itt a negyedik emeleti párkánynál vezetett le a tűzi létra. Így talán el is menekülhet. De most, mikor nyitva állt már előtte a szabadulás útja, bátrabb lett. Ott a falnál azt az üvegszekrényt még nem látta. Hát, ha éppen abban van a kis zománcos doboz tetején a buthával. Megindult vissza. Néhány lépéssel ismét eltávolodott az ablaktól már esteledett, a szobában sötét volt, egészen közel kellett mennie a vitrinhez, hogy jól lássa az üveg mögött a dísztárgyakat, elmosódó körvonalaikkal, a butha nem volt közöttük. Ebben a pillanatban becsapódott az előszobajtó, hangok hallatszottak, és nyomban utána kattant az előszoba villanykapcsolója. Wilmington érkezett haza egy vendéggel de hiszen csak nyolc órára rendelte a vacsorát, villant át Evelyn agyán, most már moccanni sem mert. Bizonyára a fegyenc is így áll, megdöbbenten a helyén. Most mi lesz? Érthetetlen előttem a fellépése, Edems haladszott erélyesen a házigazda hangja. Nem félelemből, csak kíváncsiságból engedtem a kérésének, amikor felhívtam magát a lakásomra. Azonnal meg fog mindent érteni, felelte barátságtalanul a másik. Ennél én a nyitott ajtón keresztül jól láthatott mindent, ami az ebédlőben történik, a vendég alacsony, kövér ember volt, kíséreket hangú, lompos, csámpás járású, a szája szegletében cigaretta vég füstölgött, bőven hullatva pernyét és hamut a lompos ember kabátjára, amit ez néha egy hessentő lassú mozdulattal inkább tudomásul vett, mint letisztogatott. Szinte jelenlétének pillanatában elterjedt a kaporál cigaretta folytó bűze. Wilmington sápat volt és ideges, keskeny finom orrán olykor megrezdült a két cimpa, az ajkát rákta és járkált. A kövér nyomban egy karos székbe vetette magát, és rekett hangjának legharsányabb sípoló változatán, mint egy a közepén kezdte mondani valóját, elbizakodott durva emberek módján, nézze Wilmington, maga nyolc órára várja, Flőrit, tehát még egy teljes óra ideje van arra, hogy meggondolja a ajánlatomat, mert én nem fogom bevárni a barátunkat. Figyelmeztetem, hogy a maga játékának vége. Ijezdgetni akar, Adams? Nem, csak figyelmeztetni. Négy hónap előtt, amikor közöltem magával, hogy gyanúm szerint Léton térképe magánál van, kinevetett. Azt mondta, hogy házassága óta felhagyott a hírszerzéssel, semmi köze a szerencsétlen Brent tragédiájához, és hagyjam békén, mert feljelent, tudtam, hogy komédiázik. Ne próbáljon blöffölni, Adams szólt most egy doromboló leopárd szelítségével a házigazda, és két szeme összeszűkült a rossz indulatú nézéstől. Ismerem már a trükkjeit, hiszen valamikor együtt dolgoztunk, akkor tudhatná, hogy a kabátom külső zsebében pisztolyt hordok, és most rajta tartom az ujjamat, látta már azt is, hogy a zseben keresztül húsz lépésről lelőttem valakit, Wilmington tehetetlen dűvel nézte. A kövér újabb kaporát vett elő sárga karvaj körmi ujjaival, és a végigégett cigaretta parazsával gyújtott rá. Ezt a kis cigaretta véget elnyomta a saláta számára odakészített üvegtányéron, és közben olyan arcot vágott, mint akinek a gyomra fáj. Maga várt a térképpel, abban a hídben, hogy a gyarmati zavargások után nagyobb áron adhatja el. Ebben igaza volt. De arra nem gondolt, hogy időt adott nekem egy gondos nyomozásra. Ismeri az összeköttetéseket, amelyekkel megbízóim a világ minden táján rendelkeznek, nem szólva saját képességeimről. Így ma abban a helyzetben vagyok, hogy a térképet a szükséges okiratokkal együtt megkapom, mielőtt Flőri jön, vagy esetleg a rendőrség, ugyanis a rendőrség valamennyiünket figyel, Ön még mindig hisz a blöff feltétlen hatásában, kedves Edems, ismerem ezt a módszerét. Kívánságára tehát el fogom mondani a leckét, amelyel meggyőzöm, elmondom sorban a gaztetteit, hogy ne higgye blöffnek vagy találgatásnak, amit közöltem. Tehát ön, kedves Wilmington, vagy ahogy még hírszerző korában nevezték a körözvényekben, Mr. stack? Feleségül vette egy év előtt sorha sorhajó hadnagy hugát, fellépése, modora, megbízóinak anyagi támogatása lehetővé tette, hogy bekerüljön az igazi jó társaságba. Miután Brenz a tengerészeti minisztériumban beosztott tiszt volt, akit elsőrangú képességei miatt fontos munkakörben használtak a térképészetnél, ez a házasság nagy lehetőségeket nyitott meg működése számára. Nem aprózta el magát, nem lopott kisebb okmányokat, nem fáradozott jelentéktelen hírek szerzésével, nagy zsákmányra várt, és igyekezett megmelegedni az elsőrangú környezetben. Ez sikerült is sima madarával, ravasságával és okosságával, aztán megjött a nagy ügy. Clayton az Afrika kutató halálos betegen tért haza utolsó expedíciójáról. Közép-Afrika dzsungeleit járta, és haldokolva érkezett meg. Hetekig cikkeztek róla, hasábokon át magasztalták érdemeit, de azt csak kevesen tudták, hogy ez az ember egy naplót, néhány térképet és sok fénykép felvételt adott át a hadügyminiszternek. A dzsungel egy ismeretlen, meghódítatlan vidékén csodálatos gazdagságú petróleum forrásokat talált. A Wilmington vállatvont hallottam ilyesmit. Várjunk csak! Az anyagot áttették a tengerészeti minisztériumhoz, a térképészetre az értékes anyag, a hadügyminisztérium narancsszínű borítékjában, öt hatalmas pecséttel ellátva, Brentz hadnagy íróasztalára került, Clayton rövidesen meghalt. Hogy mit jelent manapság Afrikában a petróleum, olyan helyen, amelyik egyik nagyhatalom uralma alá sem tartozik, ezt nem kell magának elmagyaráznom, és megközelítően sem tudták kikutatni a többi hatalmak, hogy merre járt Clayton. Csak a narancsszínű boríték a térképpel és egyéb adatokkal jelentette a birtoklást. A nemzetközi írszolgálatban annyi pénzt még nem adtak okmányért, mint amennyit ez a térkép jelentett annak, aki megszerzi. De ez hozzáférhetetlen volt, közben kitört a gyarmati háború, valamennyi nagyhatalom farkas szemet nézett a hódítóval, és akkor maga megszerezte a narancsszínű borítékot az öt pecséttel. Mondja Edemsz, miért nem ír maga? ennyi képzelő erővel nyomban belátja majd, hogy tehetségesebb vagyok régi mesterségemben. Előre bocsátom, hogy a harc most már vérre megy, mert magát, Flőrit, Hanusszent és mindenkit figyel. A párizsi rendőrség megmondja, kérem végre, mit óhajt. A kövér egy újabb cigarettát vett elő, és a körmére éget véggel meggyújtotta, majd hatalmas füstfelhőt fújt ki, amitől szállongó hamupelyheknek valóságos esője hullott körülötte, még kényelmesebben hátradőlt, két lábát a fotel karfáján lógatta le, és álmos hangon folytatta, anélkül, hogy jobb kezét csak egy másodpercre is elővenni kidudorodó kabát zsebéből hogy keresztül vigye a tervét, megrontott egy egész családot. Ma már csak a legidősebb renc, és a szerencsétlen sorhajó hadnagy él, ha ugyan életnek lehet nevezni a szahara poklában múló gyötrelmes hónapokat, Ugye, elsápadt. Talán nem is tudja, hogy Brenc a légióban van? Ostoba fecsegés, sziszegte Wilmington, és egy lépést tett. Vigyázzon, harsant fel sípolva Adams reket hangja. Az ujjam a van. A kabát szárny fenyegetően megemelkedett kisé, és Wilmington lihegve a dütől megtorpant a másik nevetett. Hát kezd kellemetlen lenni a mese. Feleségének, Brenz Izabellának gyermeke született. A gyermek egy napon eltűnt, a kétségbe esett anyának azt mondta, hogy csak akkor látja viszont a kisfiát, ha megszerzi a hadnagy fivére hivatali kulcsainak lenyomatát. Maga tanította meg ezt a szerencsétlen kétségbeesésében félőrült úrinőt arra, hogy kell betörő módra lenyomatot venni. Két heti szenvedés után az asszony elhozta a lenyomatot, de hogy lehet megszerezni a borítékot anélkül, hogy elvesztené gyönyörű társadalmi pozícióját. Erre kitűnő tervet eszelt ki, had hadnagy nagyon szerette húsz éves öccsét, és ez a fiatal ember belebolondult egy táncosnőbe a maga kreatúrája ez a hölgy, én is jól ismerem, Etelárt Fern. Etel könnyű szerrel elcsábította a fiút, akit Brenz hadnagy nevelt, mióta meghalt az apjuk, és úgy szerette, mintha a saját gyermeke lenne, nos, Etel teljesen behálózta Holmot. Megbeszélték, hogy elszöknek együtt Kanadába, a fiú azon a napon, mikor vonatra akartak szállni Southampton felé, egy levelet írt hadnagy fivérének, Wilmington egy helyben állt, és mereven nézett a vendégére. A levélben csak ennyi állt, kedves bátyám, nem tehettem másképp, bocsáss meg eltévejedett öcsédnek, Holmnak. És megbeszélték, hogy akkor dobják be, ha már Southamptonban lesznek a hajónál, Etelnek szép nagy autója volt, mielőtt a vasúthoz mentek volna, megkérte a fiút, hogy jöjjön ki vele az édesanyjához, aki London környékén lakik. Egy elhagyatott helyen látszólag motorhiba történt, kiszálltak, Etel cinkosa, Dickman itt végzett a fiúval. Etel este már a bárban táncolt úgy, mint máskor, de a meggyilkolt holm zsebéből a búcsúlevél már a maga kezében volt. Másnap történt a zseniális rablás. Ön felment délelőtt a minisztériumban néhány perccel Brentz hadnagy előtt. Hogy ott ki volt még beavatva, azt nem tudom. Annyi tény, hogy egy másodpercre beosont az előszobából a dolgozóba, a lenyomatok alapján készült kulcssal kinyitotta a szükséges fiókot, magához vette az írást és ismét leült az előszobában. Amikor Brenz megérkezett, átadta neki meggyilkolt öccse búcsú levelét és a kezében lévő viaszmasszát, amelyel a kulcs lenyomatot vették. Elmondta, hogy Holm felhívta a telefonon, izgatott hangon mesélt valami bűntényről, amit ő követett el, nem meri a bátyját felhívni, nyomasztó adósságok, börtönbe jutott volna, zsarolók kezébe került, akik kényszerítették, hogy lenyomatot szerezzen, és hogy ellopja a narancssárga borítékot. Most örökre kivándorol. Maga persze autóba ült, így mesélte Brenc hadnagynak, és Holm szállására hajtatott, a fiú nem volt ott már, csak ez a levél, és mellette a viasz lenyomat. Nem érti, mit jelent mindez, tehát elhozta azonnal ide Brentznek. A hadnagy sápadtan nézte a lenyomatot és a levelet, amelyben az öccse jól ismert írásával ezált, kedves bátyám, nem tettem másképp, bocsáss meg, eltévejedett öcsédnek, holmnak. Brenz ezután bement a dolgozó szobába, és látta, hogy eltűnt a narancsszínű boríték az öt pecséttel, benne a klétonféle térkép. A szerencsétlen nem is gyanította, hogy a narancsszínű boríték két rét hajtva a maga felöltő zsebében van, és kint lóg a fogason. Ki gondolna erre? Igazán zseniális volt. Wilmington már nem állt olyan kihúzott derékkal. A földet nézte. Edemsz egy újabb kaporát gyújtott meg a lucskos sárga cigaretta véggel, aztán betöltött magának az asztalon álló borból, és felhajtott egy pohárral. A dolog jobban sikerült, mint ahogy remélte. Ez az őrült Brez képtelen volt arra, hogy feljelentse az öcsét, hiszen ő nem tudta, hogy már megölték a szerencsétlent. Szóval ez a tébolyult hős, ez a Brentz hadnagy azt akarta, hogy az eltévejedet holm új életet kezdhessen, és ha megjavul valaha, ne zárják ki a társadalomból gyalázatos védke miatt. levelet írt feletteseinek, amelyben bejelentette, hogy a térképet ellopták tőle, és a felelősség elől megszökik, rangjáról lemond, a lopásnak ő az oka engedély nélkül hazavitte az iratokat, és útközben megtámadták, elvették a táskáját, a katonai hatóságok nem hitték ezt el. Brenz hadnagyot kémnek minősítették, elfogni nem tudták, de gyalázata bejárta az egész világot. Így tette tönkre maga ezt a kitűnő ősnemesi családot. Az anyja itt halt meg, Párizsban. Az egyik fiút megölték, a másik földön futó, a legidősebb embergyűlölő lett. Elég volt az ostoba locsogásból, van valami bizonyítéka erre a sok fantazmagóriára? Adams megelégedetten vigyorgott. Elsőrangú bizonyítékaim vannak, de még nem fejeztem be az adatokat. Később meghalt a felesége is. Wilmington, ahogy járkált, és éppen háttal volt az utolsó szónál, egy perdüléssel megfordult, és döbbentem merett a kövér kis emberre. Mi? Ez már talált? Hát vegyük sorra. Ethel árt fent. Kivallattam a maga módján. Ezt magától láttam először. A táncosnőt egy hajóra hurcoltam. Tudja már, miről van szó? Tetanus bacillussal mesterséges fertőzést előidézni és védőoltás csak aláírt, tanuk előtt tett vallomásra adni, olyan vallomásra, amelynek bizonyított adatai biztosítanak a beismerés visszavonása ellen. Etel is ismeri ezt a vallatást, vallott. Tudta, hogy nincs irgalom. Beszélt a védőoltásért, mert a tetanusz nem szép halál. Sajnos a vallomással kiség késedelmeskedett, és így az oltás nem járt eredménnyel. Gazember! vigyáz! süvöltött a kövér, és revolvere Wilmington mellének irányult. Egy pillanatnyi szünet következett. Evelyn a rémülettől megdermedten állt, nyitott szájjal, két kezét az arcához szorítva, mint egy szereplő az elszakadt film utolsó kockájában. Gordon ámultan hallgatta az idegen drámát, amelybe ilyen villanásszerűen sodródott belé. Wilmington egy székre ült, cigarettára gyújtott, és nem szólt semmit. Sápattan nagy szippantásokkal fújta a füstöt. Ettel vallomása alapján megtudtuk Dickman nevét. Ez az, aki leszúrta Holm Brandst. Dickman már csak azért is vallott, mint a karika csapás, hogy futni hagyjuk. Nem hagytuk futni. A tulóni kikötőben egy hajón őriztettem dacára annak, hogy nálam van a tanuk előttet vallomása, amely szerint maga bújtotta fel, maga adott neki pénzt, most magától kapta a pontos utasításokat továbbá bizonyítani tudom, hogy hamis tiszti orvosi lelet alapján temették el a feleségét, és aztán, bár ezt szigorúan büntetik, egy kis magán exhumálást végeztem a múltkor éjjel a perlás és megfelelő szakemberek vizsgálták meg a felesége tetemét, ajkaim még ma is tisztán látszik a cianózis enyészhetetlen kékje, elég! hallgasson maga, 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 még van további blöfföm is. Például könnyűszerrel előkerítjük Brenz hadnagyot, kiderítettük, hogy Münster néven szolgál a légió második századánál, és jelenleg Marokkóban, mint súlyos sebesültet ápolják. A koronatanú tehát él, él az az ember, akinek ártatlanul megkurcolt becsülete, fedezi a maga összes gaztettét. Mondom, hogy elég lihegte Wilmington, és más felé nézett, mint aki kísérteteket lát. Vigye, vigye a térképet, de gyorsan, mert Flőri minden pillanatban itt lehet. Mondja meg, mit ad a narancsszínű borítékét, legyen a magáé átkozott spicli. Nem fog rosszul járni, de előbb látnom kell, hogy sértetlene a borítékon a pecsét. Ne mondja, hogy a másik szobában van, és ne nyúljon a zsebe felé, ott a páncélszekrény, nyissa ki! Evelyn zsibbattan hallgatta a dialógust, az bizonyos, hogy megölik, ha itt találják, de még rémületében sem tudta kikapcsolni részvétét a szerencsétlen Brenz családdal szemben. Igen, ha valaha kiszabadul innen élve, akkor ezt mind-mind nyilvánosságra hozza de mivel tudja bizonyítani? Közben Wilmington a páncélszekrényhez ment, és az asztalra tett egy hatalmas borítékot, amelyen sértetlenül látszott az öt pecsét. Ó, hogy szerette volna Evelyn felkapni a százados becsületét, és elrohanni vele Marokkóba. Szegény emberek, vajon a fegyenc is hallotta-e mindezt, vagy megszökött már? megjegyzi minden esetre a szerencsétlen százados légionárius nevét, Münster, Münster, ismételgette ezt a szót. Különben úgy is jó, ha sietünk, mondta Wilmington. Ma ketten is érdeklődtek nálam a százados után, mintha egy dobozon álmodozó butha bálványt keresnének a hagyatékából, de azt hiszem ez csak kifogás volt, valamelyik ügynökség emberei lehettek. Miért nincs ilyen szobor a hagyatékában? De emlékszem, hogy láttam ilyen dobozt tetején egy butha szoborral a Brenz fivérek lakásában, ha jól emlékszem a fürdőszobában, de ez nem nyugtat meg. Persze, hogy olyasmit kérdeznek, aminek némi valószínűsége van. Tudták valahonnan, hogy Brenz hadnagy birtokában volt egy ilyen dísztárgy. Edem arca elborult. De miért kérdezik ketten ugyanazt? Ez inkább arra való, hogy igenis van valami azzal a szoborral. Többen is rájöttek a titkára, magához vezettek a nyomok, és most sietnek megelőzni egymást a szobor felkutatásában. Nem szeretem ezt az ügyet. Wilmington elsápadt, gondolja? De hát mi a csodát akarnának egy pipereholmik megőrzésére szolgáló doboztól, vagy egy kerámia díszítéstől? A kövér gondolkodott, magánál van az a szobor, fenét, hogy elvágjam a további kérdezősködést, úgy tettem, mintha nálam lenne, ha nem is állítottam határozottan, a szobor bizonyára Afrikában van, Brentznél. Ha ugyan nem dobta el az ilyen haszontalanságot, amikor szöknie kellett, sokért nem adnám, morfondírozott Edems, ha ismerném ezt a butha ügyet figyelmeztetem, hogy Flőri azonnal itt lehet. Igaza van, gyerünk azzal a borítékkal, de nagyon jól kell fizetni, Edemsz. Egy nagyra törő ember két éves hazárdjátékának eredménye ez a szerződés. Elég embert áldozott fel az ügyét ahhoz, hogy értékelni tudja. Egy ablak tört ki. Kis szellő támadt, és a légvonat becsapta az ablakot abban a szobában, ahol Gordon bújt meg igazán csak a teljes szélcsendnek köszönhették, hogy ez nem történt meg eddig. Adams és Wilmington egyetlen rémült ugrással a másik szobában termettek. Gordon azonban már is résen volt, és a támadók éppen, hogy lebújhattak kisé a fegyenc kezéből kirepülő szék elől, amely Edems-et a vállán találta. Nyomban után egy kis asztalt dobott feléjük, majd egy kínai vázát. Edem szvaktában a szobába lőtt kétszer, aztán berohantak. Gordon derekánál kapta el wilmington és a kiskövérhez csapta. Dulakodás, zuhanás, csörömpölés, recsegés hangja hallatszott. Bútorok töredeztek, cserepek hullottak, hörgés, átkozódás mintha vadállatok tombolnának. Most váratlanul a lépcsőház felől fegyver aztán csengettek, dörömböltek, az előszobajtót baltával döngették. A rendőrség úgy látszik csak Flőrit és társait várta az egérfogóba, hogy lecsapjon az egész társaságra. Az üresen maradt szobában ott feküdt az asztalon a narancsszínű boríték az öt pecséttel. Evelyn beugrott az ebédlőbe, felragadta a borítékot, amelyben egy család becsülete volt, gyorsan a kézitáskájába tette, és a szalonablakon keresztül négy emeletes magasságban kilépett a vaslétrára. Ha Brenz él, akkor ezért a borítékért szívesen lesz segítségére a butha felkutatásában. Elmegy Marokkóba. Csörömpölés, a szobában veszett emberek küzdöttek. Gordon rávetette magát Edemszre, Wilmington fegyvert rántott. Most a fegyenc egy rugással kiszabadította magát, úgyhogy a kis köpcös messzire repült. Ezáltal a fegyenc, mint tiszta célpont állt ott, de Wilmington mégse lőtt rá. A sok felhalmozódott gyűlölet, a dű, a beképzelt vérig sértett hiú ember bosszú szomja kitört belőle, és Edemszet akarta megölni, mint valami veszett kutyát. Két lépésről lőtt az arcába. A fegyver azonban csütörtököt mondott. Ezzel megmentette Gordon életét, mert Edemsz még estében rántott revolvert, és bizonyára lepuffantja a fegyencet, ha nem hallja a füle mellett azt az írtózatos kettyenést, amit halálos lövés szokott követni, mielőtt a másik újra lenyomhatta volna a ravaszt, Edem lőtt, és gyomrán találta el wilmington -t. Ez elejtette a pisztolyt, és görcsös markolással leszakította az ajtó függönyét, mintha szemfedőbe csavarodna, átfordult vele, és a tarka brokáttal borítva zuhant a padlóra. Az előszoba ajtaján már keresztül törtek a fejsze csapások. A fegyenc közben eltűnt. Edemsz csak most riadta valóságra, a rendőrség. Egy ugrással az ebédlőben termett nyomban látta, hogy a szemközti szoba ablaka tárva nyitva, az előszobajtó nagy robajjal beszakadt, és a küszöbön fekvő flőrén keresztül benyomultak a detektívek. Edemsz éppen akkor ért az íróasztalhoz, de nem a detektívektől ijedt meg, hanem az eléje táruló szörnyű látványtól. Még volt annyi ideje, hogy lezárja az előszobába vezető ajtót abban a pillanatban, amikor odaértek a detektívek, azután átrohant a másik szalomba, ezt az ajtót is bezárta, a nyitott ablak megmutatta az elmenekült fegyenc útját. Kilépett a vaslétrára. Felette az ötödik emelet magasságában látta, amint a fegyenc lába az utolsó vasfokot elhagyja, és a háztetőre lép. Utána lőtt mikor Evelyn kilépett az ablakon és lenézett, önkéntelenül felsikoltott. Alatta az utcán, mintha ütközet folyna, riadó autók érkeztek, szirénázva, emberek futottak szanaszét, és a rendőrök nem kímélték a gumibotot. Úgy látszott, hogy a rű mindenfelől elzárják. A házból, ahonnan Evelyn menekült, négy embert vittek ki megbilincselve, tépet ruhában a fogolyszállító kocsihoz. A kapu lámpája alatt nagy sötét tócsában mozdulatlanul feküdt valaki arcra borulva. Egy elegáns asszony szíjbilincsénél fogva vonszoltatta magát, sikoltozva tűnt el a rabszállító kocsiban, és a páncélautó fényszórója fehér izzással sugározta be a pánikszerű mozgalmat. Evelin mögött most lövés dörrent a lakásból, ettől észbe kapott, és először tétován, majd rémült sietéssel igyekezett fel a létrán. Az utca felé nem menekülhetett, csak a tetőn át. A szaknyáját megrántotta, és végig szakította egy kiálló szög, minden erejét összeszedve markolta meg az csatorna peremét, és felhúzóckodott. A haja az arcába lógott, porosan, sárosan, Foszlányokba tépet ruhával, de felért a háztetőre. Futásnak erett. Tévdre bukott egy eső tócsában, és szinte eszméletét vesztette a fájdalomtól. Tántorogva felállt, néhány másodpercig lihegve egy kéménynek támaszkodott, és visszanézett. Ismét a szörnyű látvány a háztető szélén két kapaszkodó kéz között kopasz fej jelent meg, az orr egyetlen vörös forradás, az arcot eltorzítja a gyűlölet és az erőlködés, a fegyenc. Szaladt tovább. A háta mögött lövés dörrent, és hallja az üldöző lábdobogását. Istenem! Deszkákon bukdácsolt át egy sötétben kifeszített szárító kötél torkára, mintha le akarná fejezni, felbukik. Megint tovább. De most már újra lövés, és ez már a fegyencet vette célba. Az üldözőt is üldözi valaki. Egy másik üldözött. Evelyn lélegzethez jut, mert Gordon egy kémény mögé menekül, és visszalő Edemszre. Így vadásznak egymásra, mi alatt Párizs rendőrsége rájuk vadászik. Emelint kihasználja az alkalmas pillanatot, és utolsó erejét összeszedve rohan, szorosan fogva kisfekete kis fekete táskáját, amelyben az értékes boríték van, váratlanul üvegablakot lát maga alatt, műterem, nem is gondolkozik. Egy eltávolított ablak keretében megkapaszkodik, lelógatja magát, aztán behunyt szemmel elereszti az ablakot. Alacsony szoba lehet, mert könnyedén ér le lábúj egyre. Vár! sötét van. A szomszéd helységben beszélnek. Tessék választani, ezek itt 9 12 es levelező lapok, de ha parancsol nagyítást, fényképész. Gyorsan körülnézi, jobb kéz felé ajtót lát, benyit. Ismét sötét helységen megy át, de hosszú kás, mint az előszobák a végében újabb ajtó. Kilép, friss levegő csapja meg, folyósón van siet le a lépcsőn. Az utolsó néhány foknál megbotlik, a ruhája újra recsen valahol, érzi, hogy a keze, arca, a nyaka tapad a sártól. Csak tovább. Rosszul világított udvarra ér. Egy leány csirkét tisztít, két fehér kötényes fiú nagy sajtár tönt ki a csatorna felett. A nyitott udvari ajtón keresztül hatalmas konyha látszik. Bizonyosan valamelyik előkelő szajnaparti étteremhez tartozik. Evelyn a kapu felé akar menni. Sziréna búg. Jaj! Hiszen a háztetőn Párhuzamosan jött a Rue ugyanabban az utcában van, ahol azziáznak. Ha az éttermen keresztül jutnak, akkor kiérne a veszélyes zónából a Szajna partjára. Az egyik gyerek közelebb lép és kíváncsi pillantással nézegeti. Evelyn gyorsan elindul be a konyhába. Keresztül siet néhány csodálkozó kukta között, benyit az ajtón és egy gyönyörű, fényes étteremben áll a helyiség főbejárata a szajnaparti forgalmas utcára nyílik. Evelint többen megcsodálják. Ahogy végignéz magán, látja, hogy milyen piszkos, szakadt a ruhája, a haja csapzottan lóg az arcába, csak kihinnen mennél gyorsabban, siet, közben érzi, hogy mindenki rámered, hála Istennek ott a kiárat, ebben a pillanatban egy harsány hang szólal meg mellette. – Ne hiszen, itt a lédi! Istenem, mi történt önnel? – a polgármester volt, aki szólt. Mellette ült Holler, és az asztal főn Lord Bannister, fragban, igen sok, nagyon előkelő úrtársaságában. Azt hiszem, Lót miután visszatekintett szodomára, és azon nyomban a teste sóvá és a ruhája sótartóvá változott, valamivel értelmesebb arcot vághatott, mint ő lordsága ott az asztal főn, amikor Evelyn megérkezett. Egy pillanatig igen nagy csend támadt. Evelyn agya e másodperc alatt pattanásig feszült, érezte, hogy a tanár tekintéje forog kockán, érezte, hogy szörnyű botrányt idézett elő, és a következő percben a pattanásig feszült agy, a gyors megoldás egy szikráját dobta ki magából, a lehány mosolyogva megszólalt. Kérem, Henry, mondta, csodálatos módon kapásból leterítve a tanár keresztnevét. Sajnos haza kell engem nyomban kísérnie. Egy ügyetlen kerékpáros páros itt a járda mellett, nézze, mi történt a ruhámmal. Sikerült. A friss szakadások és sárnyomok eléggé valószínűsítették, amit mondott, mindenki sajnálkozva, udvarias vigasztalással fordult Lady Bannister felé. Az akadémiai tagok, egyetemi tanárok és tábornokok sorban bemutatkoztak, és a Lady őszinte sajnálattal, hogy nem maradhat velük ilyen állapotban, belekarolt Sir és elhurcolta. Mikor beültek a tanár autójába, Evelin óvatosan körülnézett, hogy felfedezték-e az üldözői. Mert abban biztos volt, hogy amíg a boríték nála van, igen sok mindenre elszánt ember szegődik a nyomába. De nem látott senkit. A tanár beült az autóba, megvárta, amíg Evelin elfoglalja mellette a helyét, aztán csak ennyit mondott: Csapja be jól az ajtót, és mondja meg, hová vigyen elkeseredésében nem is talált szavakat. Felháborodásában túl volt azon, hogy veszekedjék, tagadhatatlan ugyan, hogy az elmúlt napokban többször is eszébe jutott ez a lány, és az is megfordult a fejében, hogy jó lenne viszont látni, de a viszontlátás körülményei mégis megrendítették kisé. Most legszívesebben egyszerűen kilökte volna a lányt. Mit csinál ez a nő? Hol mászkál, hogy mindig sáros és szakadt a ruhája, és mi dolga van éjszaka egyedül az utcán? Ezt nem lehet tudni. Egyszer csak jön. Váratlanul, kócos hajának szőke villámaival, eszeveszetten, mint a ciklon. Kérem Önt, hogy amilyen gyorsan csak tud, vigyen el valahová messzire Párizstól, ahol vonatra ülhetek, vagy autót bérelhetek, könyörgött lihegve a leány, de kérem, fragban vagyok, üldöznek, mintha ezt már hallottam volna. Hát, kedves Miss Weston, én tisztában vagyok egy férfi kötelességeivel, de mégis fel kell hívnom a figyelmét arra, hogy sajnos csak egy tudós vagyok, és nem kóbor lovag, Érthetetlen, hogy korunk elsőrangú rendőri szervezetei helyett kizárólag hozzám fordul bűnügyekben. Én nagyon tisztelem önt, kisasszony, de legyen szabad ismétlésekbe bocsátkoznom, egy gentleman élete nem átjáró ház, igaza van. Azonnal kiszállok, mondta evelin, aztán zokogva hajolt a szélvédőre. Félt, hogy Párizsban figyelik a pályaudvarokat, esetleg a garázsokat is. Tudta, hogy az élete forog kockán. Lehet, hogy már is a nyomában vannak. Az egyetlen lehetőség Párizstól messze autót bérelni. Istenem, milyen egyedül van. Hát, mondja meg végre, hová vigyen, mondta a tanár fogcsikorgatva, mert érezte, hogy nem tud a kellő ridegséggel beszélni. Ne sírjon már, adjuk ezt, kérem. Jól van, elviszem Párizsból, ahová akarja. Már szejbe, mondta felcsillanó szemmel a leány. Fragban, horkant fel Lord Bannister. Nem, nem, igen, csak el jó messzire a legközelebbi községig, ahol autót bérelhetek. A tanár dühösen taposott a gázpedára, és a gyönyörű új Alfa Romeo zajtalanul puhán indult el a párizs lióni országúton. A két férfi a háztetőn egy-egy kémény mögött húzódott meg. Közben elcsendesedett az utca. Veszélyes lett volna további lövéseket leadni. Idegen! kiáltotta Gordon komolyan ragaszkodik ahhoz, hogy felhajtsuk egymást a rendőrségnek? És miután a másik nem felelt, míg hozzátette. Okosabb lenne, ha megpróbálnánk közösen tenni valamit. Adams nem felelt. Ketten esetleg megtalálhatjuk a leányt az írással. Van néhány adatom, amelyek nélkül maga nem érhet célt. Társuljunk! Kicsoda maga! Egy angol, rokon szakmából. Mi hasznát vehetem? Vegyen be a Clayton féle térképüzletbe, és én viszonzásul felajánlom magának a szoborüzletet. Miféle szoborüzletet? Egy millió fontot érő szoborról van szó? Sejtettem, hogy valami van azzal a buthával. Sajnos én most nem érek rá mással foglalkozni, mint a narancsszínű borítékkal. Közös ügy, felelte Gordon. Mind a kettő a kezünkbe kerül Evelyn Westonnal? Nos? Fele-fele? Akarja, kartelba mehetünk. Vagy pedig fordítsunk hátat egymásnak, és jussunk le külön-külön a háztetőről, mert remélem maga sem akar itt megöregedni. Szünet következett. Rendben van, mondta aztán Adams. Jelenleg úgy sem merünk kilépni a kémény mögül. Legalábbis én nem bízom magában, tehát legokosabb, ha találkozunk fél óra múlva a babkirály vendéglőben. A rúzs mellett van. All right, viszontlátásra. A kémény fedezete alatt ellenkező irányban elkúztak, Miután Gordon az utcára ért, telefonált Reinernek. Jöjjön el, kond, fel együtt a bab király vendéglőbe. Jó konyha van ott, mert még nem vacsoráztam. Maga hülye, életre halára megy a játék. Milliomosok leszünk, ha megtaláljuk Evelyn weston -t. Kölcsönt vehet fel rá. Most telefonált Corned Beef, hogy a tanárral megy autón. Előtte tankoltak a Lioni országúton, tovább követi őket, és minden benzinállomásnál üzenetet hagy nekünk. Messze van ide az a bab király vendéglő? Edemsz két emberével már ott volt a kocsmában, mikor Rainer és Gordon megérkeztek. Az urak bemutatkoztak egymásnak, és bemutatták munkatársaikat. Edems egyik munkatársa körszakállat viselt, csíkos trikóban volt, és állandóan bagót rágott, amitől időnként köpnie kellett. Jokónak hívták. Több nevet sohasem használt bemutatkozásnál. Valamikor, mint gumitestű artista működött cirkuszban, de egy alkalommal néhány embert megölt, és azóta áttért erre a pályára. A másik munkatárs, dr. Kurnié, hatalmas kövér, sápat, fáradt szemű őszember volt, idült morfinista. Püffet szeplős kezeivel lassú gesztusokat tett, ha olykor mély angol jóságosan és bölcsen magyarázott valamit. Az idő sürget, uraim, kezdte Gordon, nem kellene önökkel társulnom, de ebben az esetben valahol összeütköznénk, viszont a zsákmány oly nagy, mindannyiunknak jut, így is elég belőle. A tárgyra, mondta a körszakálas, és egy valószínűtlenül hosszú kés hegyével piszkálni kezdte a körmét. Nagyon helyes. Legfőbb ideje, hogy a tárgyra térjünk, jelentette királyner, és már is odaszólt a pincérnek. Kérek egy bécsi szeletet, sok burgonyával, négy deci vörösbort és két kemény tojást. Tehát, uraim, magyarázta a fegyenc, tudom, hogy hol tartózkodik jelen pillanatban a lánya borítékkal, ezen felül tudom, hogy hol találjuk meg azt a bizonyos szobrot, a kazettával, ami egy millió fontot jelent. Ezt most már én is tudom, Münsternél, mondta Adams. De ha közli, hogy hol van az a leány, akkor szívesen társolunk. Fele-fele. Rendben van. Gordon mindent elmondott. Gyorsan, de érthetően. A dartmouth kezdte, Jimmy Hogan-nel és Kornbív Beef telefonüzenetével fejezte be. Szerencsére kornbív Beef eltévesztette a lány nyomát, és én a tanár után küldtem, akivel Evelyn Weston, mint feleség utazott együtt a hajón, gondoltam, hogy a tanár közelében ismét felbukkan majd a leány. És csak ugyan találkoztak, nyomban a Rüh-Mazaren-en történtek után. Adams felugrott, akkor megvannak. Rainer felé fordult. Mikor beszélt maga a kollégájával telefonon? egy óleja sincs, de ilyen kiszogást én még nem láttam, már fél órája várom a mustát, és tojás mustár nélkül a körszakáló kihúzta a körme alól a kést, és Reiner felé irányította a hegyét. Indulunk, recsegte Adams. Nem sokára vadiramban szágultak a Lioni országúton. Armentiernél beértek egy taxit, corned beef szállt ki belőle. Nagyon elhagytak, újságolta, miközben átült a pakárdba. Remek új autója van a tanárnak, de nem sejti, hogy üldözzük őket. Eszeveszett iramban rohant az autó.